Sziasztok! Ez itt a Mókulunk és Melegünk van 2024 6. adása, amiben folytatjuk a játékot, és megpróbálunk egy kicsit irányítottabban haladni az AI segítségével, úgyhogy most rögtön találkozhatok azzal, hogy megkapják az első komolyabb AI utasítást a játékosaink, illetve ennek megfelelően cselekednek, úgyhogy egy fantasztikus polgármester választást láthattok a következő kis jelenetben. Először is szeretném megkérdezni tőletek, hogy így hogy tetszett az első vágott műsor ebből a kis szösszenetből? Mert ugye nyilván láttuk azt. Hát abszolút. Nyilván már mindenki látta, mire ez a felvétel elkészült. Tehát, igen, igen. De nektek hogy tetszett? Nekem nagyon tetszett. Oké. Na, akkor most mutatom, hogy én mit csináltam, jó? Így próbálom egy kicsit a kacsotokat megfogni. Csináltam itt egy közösségi helyiséget, ez itt a demokrácia szabad helye. Zsombi segített nekem alapanyagokban, és az a lényeg, hogy ha egyébként így, hol a Zsombi? Elment a dolgára, jó. Szóval így, ez itt egy ilyen pulpitus, amiről én mindjárt beszélni fogok nektek, ha velem szembe álltok, és mindjárt mondom itt nektek a tuti, csak megvárom a Zsombit. Azt hiszem, sejtem, hogy mi lesz itt, Pala az új polgármester. Oh my god. Szóval, Zsombi, merre jársz? Itt jövő. Jár a Zsombi, szuper. Van itt nekem egy könyvem, amit kaptunk a AI-tól. Uh-huh. Szeretném nektek felolvasni. Oh my god. Kedves barátaim, örömmel tölt el, hogy az AI nagykövetekét üzenhetek nektek. Miközben közösen építitek falvatokat, ez a projekt kiváló példa a kreativitás és az összefogás erejének szimbiózisára, amit mesterséges intelligenciaként én nem tudhatok. Ugyanakkor minden mást én tudok jobban, ezért már most tudom, hogy nektek új szellemi vezető kell, földi helytartóval. A mai feladatotok éppen ezért különösen izgalmas, a polgármesteretek megválasztása. Ez a fönndöntés fontos nagyon, mert a falutok jövőjét határozhatja meg, ugyanakkor megtapasztalhatjátok a közösségi döntéshozatal erejét. Sok sikert kívánok nektek, és alig várom, hogy láthassam, hogy mit hoztok létre. Üdvözlettel, professzor dr. AI. Szóval polgármester választást fogunk tartani. Ami úgy fog kinézni, hogy a Zsombit megkérem, hogy csapjál össze, légy szíves, 4 darab könyvet. Már hozom is. Ezt az írható verziót, ha lehet, jó? Hát, és ezt honnan? Mondja, hát, mert hogy nincsen toll, vagy nincsen ingzek. Ingzek. Jó, fenyves, elszaladsz, hozol 4 darab ingzeket? Ez a csoportosan, menjél a fenyvesen, nyugodtan, persze. Ez a most ki lesz vágva rész című ugorjunk be az óceánba, és öljünk gyorsan tintahalat. Nem akarunk aludni, vagy így nem. Nem, az a gyengék fegyvere. Ha alszol, akkor nem jönnek a repülő szellemgenyók. Hallod, itt ment az építkezés, nyilván éjjel nem aludtunk, mert hogy minek, és így ilyen nem tudom mik voltak azok, ilyen ráják voltak mondtam, talán, de a levegőben repültek, és akkor rohadtul nem szerettek engem, belelöktek engem a waspónerve, úgyhogy, ja, majd felmerült bennem az igény, Zsombi, hogy ezt upgrade-eljük egy kerítéssel. Jó, az operaház fantomja volt, ami leszpónolt. És eddig mi hiányzik? Köszönöm. Jöjj hát és énekelj! Énekelj! 2 már van. Pont most néztem meg a madásba. Igen? Engem miért nem hívsz el ilyenekre? Hát ugye, pedig első sorba ültünk középen. Kuba életben az a kedvenc helyem az fantomon. És te szoktak simogatni még a ezért farmester fejét? Igen, a kopasz fejének simogatta. Mert hogy ott viszont elindítottam, ne nekem a Danuka, hanem a Zsombinak. Ezt a Sasvári Sándor fanklub rajongói nevében visszautasítom ezt a kopasz fejűséget, jó? Nem rámondtam. De a Posta Viktor volt a fantom. Ja, úgyhogy igen, mert újítottak a szereposztáson tényleg. Posta Viktor 15 éve fantom. Hát az tök új. Szeretném hangsúlyozni, hogy
Azt a kúj, jó? Valaki mondja meg, miért kell olvasni ezt a szöveget, ó, mond, te kit választod? Na, van izénk? Van ilyen cuccotok? Hát a Danukánál van. Jó, 4 darab kéne. És nem sikerült találnod? Hát én nem, még kéne kettő. A francia kulcs mindenségét neki. Én elmentem addig tollér, meg könyvér. Jó, hát közben akkor így mutatom, hogy így készült egy kisebb spawner zombi jóvoltából a bázisunkra, ami így termel mindenféle jóságot. Gondolom leginkább ilyen lőpor, csont, nyíl, meg toll. Minden. Hát tollat azt nem, de... Tollat nem? Hát azt mi ad tollat? Ott van benne a toll. Az tök random került oda. Az úgy került oda, hogy spónolt le izét. Csirkén, lovagló, szkeletont és abból. Mégis az is tol forrás. Ez nem adott, rohadjon meg. Hát de jó. De adott, csak nem találtam meg. Jövök. Na. Mutasd meg a storage roomot, meg a izét addig. Azt. Jó. Már megyek is. Izé, persze, hogy ne. Született delfin. Fenyves, gyere vissza most már. Te ezt már csak megölöm. Thank you, veri a macskát. Na. Sikerült? Igen. Oké, Danuka már megvan, ne menj el mellőlem, gyere velem, légy szíves. És a fenyves várjuk még meg. Barátunk. A fenyves nem tudom hol van. Megöltem egy tintahalat. Akkor. Köszönöm. Legközebb a mikrofonodhoz közelebb öld meg a tintahalat, légy szíves. Uno momento. Oké, meg vagyunk. Jó, nézd csak Danuka. Ez így már jó. Aha, perfekt, köszi. Nézd csak Danuka, ott, ez itt egy ilyen raktárépületecske lett így a zombi jóvoltából. Gyönyörű lett. Igen, szerintem se rossz, mert ha bemész, akkor itt van egy ilyen enchanting rész is lefelé. Úgyhogy ezért szembe egy potion főzés, középen egy ülő, tehát hogy így ezért fönt a fűrész, azt meg nem is tudom mi az a doboz, ez mi. Azzal lehet netherite-ra upgrade-elni a dolgokat. Értem. Na, hát szóval egy ilyen fullos, ilyen ezért raktár épület dobozokkal rendszerezve, itt vagy fenyves, rád várunk, mert neked itt van itt egy kis bekészített dolog a nézői szavazások révén. Uha. Nézd, van itt egy ilyen doboz, búzamag. Megnézd, még itt... oda is nézd be, oda. Meg ott van még extrába fönt, hogyha... Ez csak szóval neked. Azt mondták a nézők, azt szavazták meg neked, hogy így a rettenetesen monumentálisan kurva nagy búzafarmot szeretnének látni, vagy búzamezőt tőled, szabadidős tevékenységben, jó? Tehát, hogy nem az adás közben kell fölépíteni, csak azért mondom el, hogy mit szavaztak meg neked ezek a jótét lelkek. Közben én megcsináltam neked, amit kértél, hogy lefettem a vizeket, és a minden vízre csináltam ilyen világítást. Ó, köszi. Meg beültettem az egészet. Szuper. Mert hogy valamitből kellett nekem búza, hogy Pala azt ott felépítse. Oké. Okay. Na, megvannak a könyvek? Meg. Jó, akkor menjünk vissza ahhoz a területhez. Fontos szabályok, saját magadra ne szavazz. Visszajövünk ide a területre. Így, ide. Mindenki. Anonim a szavazás, ugye? Igen, anonim a szavazás. Nem kell aláírni. Mindenkinek egy könyvet kell magához venni. És csak egy nevet kell beleírni. Van nálad is fenyves. Uh-huh. Jó, beleírsz egy nevet, és ne szájnod, mert akkor a nevedhez fogja kapcsolni, és akkor már annyira nem lesz anonim, mint szeretnéd, és berakjuk ide a dobozba. Várj, akkor csak simán Done? Done, aha, igen. A végén Done. Szavazás előtti kérdés, lehet azt tudni, hogy mit fog tudni, illetve mit fog csinálni ez a kedves emberke, akit mi most választunk? Nem. Polgármester. Elmondom neked, dönt a falusiak nevében. Amikor én szeretnék nagy... hallani nézét. Mondjad? Hogy kinek mi a programja. Na. Így van, természetesen, de mivel nem készültetek szerintem mindannyian programmal, ezért Danuka, megkérhetlek téged? Nem, szeretném, ha a Danuka megszámolná, hogy mi lett 4-es darab könyv, hát egy igen, picit összekeverem, engedelmet. Ez azért nem túl bonyolult, hogy 4-en vagyunk. Oké. Okay. A szavazást hitelesítem. Igen. De mi ABC-ben én vagyok az első, már értem, miért én. Na, igen. Még te feladat? Ja, én soroljam? Hát szeretném, hogyha te elmondanád nekünk, hogy mire szavazott a kis csipet csapat. Na nézzük, első szavazat jó magamra. Köszönöm annak az átokfajzatnak. Nem szabad munkra szavazni, Danuka, ez nem volt szép.
második jó magam. Ennyire csalsz? Egy zombi. Zombi, hát. Ezt miért kellett veletek csinálni, hogyha a polgármester azonnal lelép, mert mondjuk olyan az élethelyzete? Három danuka, egy zombi. Kérem a szavazást ellenőrzését. Én itt bundát érzek, srácok. Nem. Danuka. Kérem a szavazást ellenőrzését. Ezt tiltakozom. Danuka, egyszer, aztán. Danuka, aztán. Danuka, és végül is zombi. Szabad kérnem egy helyettes választást is, mert Palam tudja elvileg, hogy... Danuka, ott van szemben a pulpitus, így, mi ide állunk ide, ebbe a gödörbe, és meghallgatjuk a választás utáni győzelmi beszédét a Danukának. Hajrá! Hát a rendőrakadémiában volt egy nagyon aranyos jelenet, Hightower őrmester a következőt mondta, én ezt szeretném idézni nektek. Köszönöm. Yeah! Yeah! A sikeres polgármester választás után a kicsiny csapatunk elment, hogy megünnepelje Danuka sikeres polgármesteré választását, úgyhogy elindultak piknikezni zombi előkészítésével, és hát közben adták önmagukat. Gratulálunk, Danuka az új polgármesterünk, és szerintem itt az ideje ezt megünnepelni, és erre a remek lehetőségre, hogy az új polgármestert megünnepeljük, zombi készült nekünk egy kis meglepetéssel. Indulunk. Úgyhogy mindenki zombi után. Elsősorban. A polgármester kérhet egy perc szünetet, hogy kaját kaphasson? Már hogy nincs nálad kaja? Ne aggódjál, a zombi mindjárt megoldja ezt neked. Merre? Ott mögötted. Ó, köszönöm szépen. Első és legfontosabb lépés. Figyeljetek utunk, a zombira. Utunkhoz beszerezzük a fennyiségi húst. Na bazd meg. Nem ám izé szarállott hússal szolgál ki minket a zombi, friss hús. És indulunk utunkra. Jó, megyünk a zombi után. Mi lesz itt, KFC? Hát, majd mindjárt meglátod. Valószínűleg nem poénból van itt négy csónak bekészítve. Ijesztem, ez még a múltkoriak. Na, megvan mindenki, Danuka? Természetes. Na, menj a zombi után. Zombit bekészített neked. Most jutott eszembe, hogy a polgármesteretek egy jó kis okoska lett, mint a Hubi törpikében. Majdnem olyan kék is a ruhája. Na, jön velünk egy delfin, behalok. Jaj, ő is a terv része. Ő is a terv része? Igen. De ez valami, orosz kémdelfin. Uh-huh. Visszük a Balatonba? Visszük a Balatonba, persze. Aztán Kozsó mondta azt, hogy... Nem. A Mészáros mondta, hogy a... Oh. Delfin hús nem is olyan ritka. Tegnap is azt tettem reggelire. Még azt hittem, hogy azt fogják mondani nekem a Balaton a Riviera. A Balaton a Riviera? Hát nem létezik egy ilyen dal? Nekem a Balaton a Riviera. Csak nem tudom tovább. Hát biztos. De retro muzsika. A ránc dalra gondolsz. Azaz. Jézusom, milyen szűk. Na körülni szoktunk. Ups. Srácok, annyira fáradt, hogy kicsit kimaradt a netem is. Vissza tudtok jönni értem valamelyest? Természetesen. Így, visszajöttem, érted. Danuka, gyere, itt a fenny. Ja, mondjuk nem megoldottátok a olyan úton, módon? Jó van, igen, akkor technikai problémákat akkor így átvédeltük. Csinálunk egy ilyen átverős dolgot, hogy ide gyors csinálunk egy téből. És én úgy láttam, hogy a fenyves hajóval érkezett. Ennyi. Ó. Oh. Nem, hát ezért a technikai probléma az más, erre van ezért, de amúgy nem csalunk. Na menjünk a zombi után. 1, 2, 3, mindenki megvan? Jó. Gyakor. Akkor futunk. Úgy látom, Pala hiányzik. Ja, önmagamat alig látom. Egyébként néha nem, mert néha átváltom külső nézetbe. Ilyen jó arc vagyok, hogy lehessen látni az amúgy a Gangnam Style óta egységes skinemet. Egyébként én szeretném megkérdezni az újdonsult polgármestert, hogy a műemlékvédelemről mi a véleménye? Itt a játékon belül? Uh-huh. Hogy tartsunk meg mindent úgy, ahogy a természet előírt. Ez egy dzsungel, gyerekek. És az én házam? Ja. Nem kell... Palának mondom, hogy dinnyét nem kell szedni, majd lesz egy kis meglepim, jó? Yesu? Mindenképpen. Na, látjátok, hogy mi van itt? Hello.
Megpihenünk ez a nagy út után? Hát egy kis piknikkel készült a zombi az új polgármester tiszteletére. Ezt tudom a sütni való húsokat. És nézzétek meg, ahogy rárakja a grillre a húsit, meg ilyenek. Hát mindenki rárakja magának. Igen? Ha elmondjátok, hogy... Jobb klik. Nézőknek szeretném mondani, nem annyira ismerem az újkori Minecraft. Ó, ne aggódj, hát erről szól az egész, hogy milyen poén ez. Oké? És itt még van egy kis ilyen kis sátor is, behalok. Nagyon jó. Na, egyébként meg ugye hát mögöttünk a dzsungel, szóval itt a dzsungel, dzsungel sapling. Ezért miben változott a dzsungel egyébként? Hát ilyen dzsungel eddig nem volt, ez ilyen kis... Ilyen szorványos dzsungel. Az meg a rendes dzsungel. A bambusz. Vágom. Ja, meg van bambusz, egy jó 10-20 éve bambusz is van. Bambusz? Ja. Nem cukornád? Nem, bambusz. Nem, nézd, hol? Csak ott van, alap. Nézd, ott van. Ott ja, de az is volt már, mintha. De lehet szaporítani, tehát, hogy ezért, hogyha a bambusz tetejére egyébként ügyesen építetek levelet, abból pálmafa lesz, nem? Nem. Nem. Már, hogy így, én kiütöm ezt a bambuszt. Hát karddal kell. Tehát, hogy úgy értem, hogy így dizájnolás szempontjából pálmafa lehet belőle. Úgy igen. Ugye jól emlékszem, hogy ezekből is ilyen bútorok, meg ilyesmi készül a bambuszból. Hát bot, meg blokk. De a blokkból pedig különböző dolgok, vagy nem? Hát, mint ha fa lenne. Uh-huh. Bakuszajtó, és így tovább. Már tudom, miből fogom építeni a következő palotánkat. Na, hurrá! Jó étvágyat mindenkinek. Jó étvágyat mindenkinek, én is eszek. Polgármester, Pala nyers húst teszel. Igen? Hát, kurva életem. Pala ilyen... Már nézd meg, milyen büdös. Ilyen pala... Főzi! Hogy hívják ezt a fajta táplálkozást, akkor ilyen ősember stílusban kajálsz? Paleo. Paleon. Hát az majdnem pala. A polgármester szeretné megkérdezni, direkt nem hoztuk magunkkal ágyikókat? Te vagy a polgármester. Vissza. Tehát magadat kérdezed? Ja, hogy a polgármester kérdezi. Nem polgármestert kérdezem, polgármester kérdezi. Nem kellenek ágyak, mert már megyünk is. Megettük. Már meg volt a piknik, megsütöttük a csirkét, szépen vissza lehet menni, és ugye hoztál Jungle Saplinget is. Nem. Hagyjátok, lesz majd nálam, de jó? Hát, jó. Hagyjátok, lesz majd nálam. Csak csirkék ahhoz, hullanak mindenfelé, gyerekek. Két percet kérek majd ott a... Hullanak a grill csirkék. Igen, meg gondolom, kisült. Dinnyét sem kell hoznotok, az is lesz nálam. Áú. Ott, mint hogyha jönnének a rájákok. Üdvözöllek. És kire mennek? Hát rája. Hát aki nem aludta arra. Szerintem most már döglődjünk. Ja, nem döglődjünk, aludjunk. Mit szeretnéd? Menj, gyere szépen tovább. Még esik is. Ú, kakaó. Majd én tisztítom az utat nektek. Találtam kakaót. Az is van. Jó, ha van. Visszamegyünk szépen a csónakokkal. Addig a Danuka magában elgondolkodik, hogy mik lesznek a polgármesteri rendeletei. Amolyan kis extra feladatok, úgy értsem? És ez alkalommal nem ilyen építészeti jellegű dologról gondolok? Nem, majd mindjárt elmondom. Először is visszakeveredünk ahol lakunk. A zombik azok így jönnek a vízen ránk. Á, látom, hol szakadt le a fenyves. Érdekes, hogy az egyik helyen esik az eső, a másikon nem. Igen, mert ez Beach, ugye? És ha jól tudom, a Beach a sivatagi dolgokat kapta meg esőügyben. Értem. A zombi. Hova megyek? A műemlékvédelmet meg benyújtani. Hát lehet, de ezt úgy fogjuk csinálni, hogy ennél azért egy kicsit, enni kell egy kis faját. Hoppá, shifter nem gyorsabban megy a hajó, hanem kiugrik belőle. Szopás! Mondja az, aki az előbb leszakadt, és elhagyott egy egész hajót. Hát most erőt. Ha jó a kedved, üsd a tenyéred! Ez a bagázs, ez teljes mértékben képtelen normálisan közlekedni, vagy csinálni valamit. Azon nyomban, ahogy megérkeztek, levelet kaptak, postás hozta nekik, és hát ugye mivel csak Danukának van postaládája, ezért ő olvasta föl, aztán utána hát megkapták a nagy hírt, a hírt, ennél nagyobb hírt nem kaphattak volna, majd megtudtuk a polgármester személyes problémáiról is viszonylag többet, mint amennyit lehet, hogy tudni akartatok, tehát ez is igaz, hogy van. És hát ugye folyamatos téma, fenyvesnek is a palotája.
Hello, hello. Ott valaki elhajózik a szigetünkről. Valaki elhajózik a szigetünkről? Szerintem az a postás. Tényleg? Láttad a postást? Jött az a postás, most ment el. Hát az nagyon durva. De nekem mondjuk nincs postaládám, úgyhogy nekem biztos nem hozott semmit. Kinek van postaládája? Én csináltam egyet. Akkor nézd meg, hogy valaki kaptál-e levelet. Nézd meg, mert jött a postás. Csak nekem 500 méter. Hát, tudjátok. Semmi gond. Levelet kaptam live. Itt úgy megkínoznám, aki azt a 80-as évek dalát azt átmagyarosította, és ebből csinált egy ilyen troll verziót, mondjuk így. De hát nem troll verzió, hanem azt énekelte, hogy life is life, levelet kaptam life. Na nézzük. Egy könyvet kaptam. Na, hoppá, akkor jól gyere ide a pulpitusra, akkor itt olvasd el, légy szíves. Akkor olvasd fel, azt szerintem a yes, professzor doktor AI küldte nekünk. Hát annyi kaja van nálunk már, hogy ihaj csuhaj. Itt várlak téged, Danuka. Közben aludhatunk egyet, ha akartok. És az megvan, hogy a búzamező még nincz kész. Hát a búzamező az... Polgármesternek nem az lesz a feladata, oké? Aludj. Na végre, jó, aludjunk egyet. De én nekem az ágyamban volt tehát a házamban volt az ágyam. Ott menj be a már kisházba, a fenyves. Hol van a kisház? A palamos ment be. Pedig az a szegény palotám. Szegény palota? Uh-huh. Milyen Morgan palota? Tetik. Én nem látok itt semmilyen palotát. Hát nem, mert... Na, én már megyek, én kíváncsi vagyok a beszédre. Na, menjünk akkor menjünk oda, így. A polgármester úr legyen szíves a pulpitoson felolvasni számunkra, hogy mit tartogat a nekünk a jövő. A következő alkalomra kérhet ide egy ilyen book micsodát, hogy arra rátehesse? Természetesen akár most is kicserélheted, ha felolvastad. Kedves falulakók, településeteket háborús veszély fenyegeti, ami nem más, mint a nagy kősárkány. Jaj! Félő, hogy módot talált arra, hogy kiszabadul a végbörtönéből, és felperzselje nem csak falvatokat, hanem a titeket, titeket is végtelen haragjában. A polgármesterek vezetésével a közösségi demokrácia helységben beszéljétek meg a teendőket, és cselekedjetek a belátásotok szerint. A feladat egyszerű, hiszen vagy a sárkány, vagy ti haltok meg. A polgármester azt szavazza, hogy ti haltok meg, mert én nem megyek sárkányozni. Köszönöm. Halljátok ezt? A sárkány? De hát meg ezt fog egyébként... minket ölni. Én ezt... Ezt ti találtátok ki, biztos vagyok benne, mert ezt én a zombinak mondtam, hogy én nem szeretnék sarizni. Hol van a Danuka? Én fellázadok, és feldugom neki ezt a répát. Csak nyugodtan. Én most olyan... Palasztultad, hogy a répa az... Jó hasmenés ellen? Hát persze, hát amíg nem húzod ki, nem jön ki a hasmenés. Szóval Danuka, hát milyen polgármester vagy, te nem vigyázol ránk? Ezért kértem helyettest. Milyen helyettest? Meg kell üldözni. Én a hosszú játék titkában érzem a lendületet, én még maradnék, nem sariznék, és egyből befejezetnek nyilvánítanám a sorozatot. Te miről beszélsz? Hát a sari a végjáték, nem? Volt nem, 10 évvel ezelőtt, lehet, hogy az volt. Ilyenkor meg csak most kezdődik. Akkor polgármestertek a retro korszaknak él, és minden, ami retro, az a legtudibb. Akkor száműzzük akkor a polgármestert. Meg fog minket ölni, száműzem a polgármestert. Száműzzük a polgármestert, ennyi. Köszönöm szépen. Dobáljuk meg majon kakival. Dobáljuk meg tojással. Menjünk tojásért. Éljen akkor az anarchia. Ennyit a demokráciáról. Hát az AI-nak nem jött be. Arra nem kalkulált, hogy valakit megválasztunk polgármesternek, aki nem hajlandó a sárkány bántani. By the way, én sem szeretném. Jaj. Ha döntetlen a szavazás, akkor azt hiszem a... Nem tudom, hogy van a parlamentális szabály ez ügyben. Milyen parlamentális szabályt szeretnél, amikor te száműzve lettél? Ha száműzve lettem, akkor mehetek is utamra? Akár mehetsz az utadra is, ha szeretnél. Na, mondjuk azért, hogy hívják ezt a
nem komperatív, hanem nem kooperatív, tehát az inkooperatív dolgokat azért nem szeretném magamra venni, tehát azért valamiben szeretnék nektek segíteni, csak én sarizni nem szeretnék. Értjük, meg látjuk, hogy a műemlékvédelmet sem támogatod, és polgármesterként a népedet se véded meg, annak ellenére, hogy kiválasztott lettél. Hát a kiválasztó szervrendszerről megvan a véleményem, körülbelül úgy érzem magamat ezzel is. Mert mi a bajod a demokratikus választásokkal? Hát, hogy itt nem annyira működőképes, de ezt azért ne nyissuk ki, mert jókora dolgokat tudnék mondani, amivel lehet, hogy neked ártok. Nekem biztos, hogy nem ártasz. Szerintem akkor éppen aktuális a téma, hogy a választások és a demokráciával mi történik ebben az országban. Jó, akkor szerintem 2 nap múlva kapni fogok egy bilincset, ha én kimondom azt, amit én most gondolok a jelenlegi helyzettel való tekintetben, és maradjunk ennyiben. De vágott a műsor, nem, Danuka. Ez most nem az, ezt most nem úgy mondom, hogy veletek van problémám. Tehát ezt azért... Hát így az egész... Minden egész könnyű, tehát nem a játékbeli dolgokkal vannak gondjaim, hanem így az egész való élettel. A való élettel? Lehet, hogy ezt még nem meséltem neked, Bala, a pszichiáter kezel. Értem, és őt miért nem hoztad magaddal? Azért, mert azért 0-24-ben nem pszichiáterem, jó? Meg nem a micsodámat nézi, jó? Csak hogy értsed. Én nem azt mondtam, hogy jött ide a... hova jutunk el? Danuka, te most miért gondoltál erre? Ezt azért így elmondhatnád. Megnézte a pszichiáter a micsodádat? Nem. Hát akkor miért mondtad ezt? Azért, mert te azt mondtad, hogy 0-24-ben akar lenni a vagy a pszichiáterem. Én ilyet mondtam? Hát én így értelmeztem a dolgot. Zsombi? Na jó, polgármesteretek, akkor segíts. Most kér tőletek egy 2 perc, 3 percet, hogy az agyát újraindítsa. Polgármestert elűztük. Hopp, én beestem ide a falusiak, a szevasz vas gólem. Nem mered megütni. Tessék? Nem mered megütni. A polgármestert? Nem, a vas gólemet. Ja? Hát nem, hát a vas gólem az egy kedves védelmező lény, aki vasat termel nekünk, nem? Na, haladni kéne. Haladni kéne? Uh-huh. Oké, na, akkor ezért lássuk azt, hogy Fenyves mit épített az elmúlt hétben. By the way, akkor szervet kell váltanunk. Az nem úgy van. De egyébként nagyon hasznos dolgokat építettem, ezt szeretném hangsúlyozni. Igen, nézem. Hát csak le lehet bontva. Az én csodálatisztikus, gyönyörűséges palottám. Szerintem akkor ez sose volt ott. Szerintem halucináltál. Dehogy is. Felvétel van róla. Igen, hát azért, mert oda halusztál a felvételbe valamit. Magyarul Fenyvesnek nem nincs kész a homework-je. Oké. Semmi gond. Búzamezőt fog építeni. Ez lett volna tehát a Mókolunk és Melegünk van 2024 6. epizódja. Köszönjük mindenkinek a figyelmet, és örülünk, hogy itt voltatok velünk. Különös tekintettel köszönjük azoknak, akik csatornatagként előfizetnek a csatornánkra, és ők meg tudják nézni a vágatlan verziót, ami most jelentősen bővebb, mint az eddigiek. Úgyhogy további jó szórakozást kívánok nektek, és találkozunk legközelebb a következő epizódban. Sziasztok!